Letartóztatták a magyar kormány volt moszkvai mezőgazdasági ataséját a felszámolás alatt álló orgovány és vidéket takarék szövetkezett körüli visszaélés miatt. Kis a kormány befolyásos orosz lobbistája volt. Keleti gazdasági kapcsolatokért felelős miniszteri biztosként is tevékenykedett, ugyanakkor egy ellene szóló orosz bírósági ítélet szerint korábban pénzért intézett orosz üzletembereknek magyar vízumot. A Nemzetbiztonsági Bizottság lmp tagja szerint érthetetlen, hogy ilyen múltal kis szilárd hogyan mehetett át a C-típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton. A gyulai hírlap felvételein az látszik, ahogy kis szilárdot éppen kolbászlovaggá ütik a 2013-as gyulai pálinka fesztiválon. Kist múlt szerdán vették őrizetbe vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt. A rendőrök szerint a férfi egyik cége fél milliárd forint hitelt vett fel a nemrég csődbe ment orgovány és vidéket szövetkezettől, de nem törlesztett. Ehelyett egy társával megvesztegették a pénzintézet egyik vezetőjét, hogy negyedáron áron adja el a tartozást, aminek a háromnegyedét így soha nem kellett volna visszafizetniük. Az Index információi szerint Kis Szilárd a kormány egyik legbefolyásosabb orosz lobbistája. Évekig volt a moszkvai magyar nagykövetség mezőgazdasági attaséja, Tavaly pedig miniszteri biztosként felelt a keleti gazdasági kapcsolatokért is. Fazek a Sándor Földművelésügyi Miniszter 2013-ban elismerő oklevélel is jutalmazta a magyar-orosz agrárkapcsolatok fejlesztése és a magyar élelmiszerek oroszországi piacra jutása érdekében végzett munkája miatt. Kis Szilárd 30 évig ért Oroszországban. Orosz felesége vezeti például a tavaly megnyílt Moszkvai Magyar Vízumközpontot, amelynek megnyitóján Szijjártó Péter jelenlegi külügyminiszter mondott beszédet. Az Index cikke szerint Kis Szilárdot 2011-ben elítélte egy moszkvai kerületi bíróság, amiért egy 1 millió eurós kölcsönnek csak egy kis részét tudta megadni. Az ítéletből kiderül az is, hogy az egyik meghallgatott tanú szerint Kis pénzért intézett orosz üzletembereknek magyar vízumot. Ennek ellenére átment a kinevezése előtt szokásos C-típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton, így nevezhették ki és miniszteri biztosnak. A Nemzetbiztonsági Bizottság ellenpéstagja tagja szerint érthetetlen, hogy Kis hogyan mehetett át az átvilágításon. Világosan látszik az, hogy kis szilárdnak a múltja nem alkalmas arra, hogy egy ilyen pozíciót vagy ilyen pozíciókat töltsön be, viszont jó rámutat arra, hogy a magyar kormány milyen emberekkel dolgozik. A keleti nyitás egészen nem szól másról, mint arról, hogy Magyarország nagyon durván zavaros ügyeket intéz Oroszországgal. Szél Bernadett elmondta azt is, a Nemzetbiztonsági Bizottság következő ülésén téma lesz kis szilárd ügye. Kerestük Szijjártó Péter külügyminisztert és Fazek a Sándor földművelésügyi minisztert is, hogy megtudjuk, pontosan milyen viszonyban volt a kis szilárdal, illetve tudtak-e a volt attasé és miniszteri biztos elleni ítéletről, eljárásról, de egyik tárca sem válaszolt kérdéseinkre.